200-300 ezeres munkaerőhiányjal küzd a román építőipar, jelentette be Borbély László, fejlesztési, középítkezési és lakásügyi miniszter. Az elmúlt év hasonló időszakához képest mintegy 30%-kal nőtt az építkezések száma, ezáltal Románia a legdinamikusabban fejlődő országgá vált Európában, közölte a szaktárca. A Bihar megyei építkezési cégek most egymást próbálják túllicitálni, csak hogy munkaerőhöz jussanak. Romániában az elmúlt 20 évben csak kevés szakembert képeztek. Ezek nagy része kiöregedett, mások olasz és spanyol építőtelepeken dolgoznak a hazai bérek duplájáért. Nu facem decât să furăm unii de la alții câte un constructor și pe urmă celălalt îl convinge și iar mai pleacă înapoi. Atunci ne-am orientat înspre cei de afară. Pe zi au ajuns să câștige la 10, 11, chiar 12 euro pe zi și e cam greu să-i aduci aici și să scoți niște apartamente vandabile. A szaktárca a tanügyminisztériummal közösen szakképzéseket kíván indítani a munkaerőhiány mielőbbi felszámolásáért.